Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Március 15-től azok a személyek, akik ügyfélkapuval rendelkeznek, már meg tudják tekinteni az adóbevallás tervezetüket, amely májusban válik majd hivatalossá. Dr. Imre Zoltánnal beszélgetünk, a NAV Komárom Esztergon vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának ügyfélszolgálati osztályának osztályvezetőjével, sajtóreferensével. Kinek mi a tennivalója a tervezettel kapcsolatban? Így van, tehát már elérhetőek az ESCE felületen a bevallási tervezetek. Igazából aki ügyfélkapuval rendelkezik, az sokan már ugye meg is nézték. A teendő az, hogy össze kellene hasonlítani a munkáltatói kifizetői igazolásokat, tehát ezenek az a neve, hogy 23M30-as igazolásokat, a pénztári igazolásokat, amik a birtokunkban vannak, már akár elektronikusan, akár papíralapon, összehasonlítjuk a NAV elkészített bevallási tervezettel. És hogyha egyébként azt észleljük, hogy azon módosítani nem kell, az a teljesen egyetértünk, akkor azt érdemes már jóvá hagyni és beadni. Természetesen, hogyha valaki nem tesz semmit, amit egyébként nem ajánlok, de hogyha valaki így tenne, akkor automatikusan átfordul az SZIA bevallása, május 21-el érvényes SZIA bevallásá. Bevallási tervezetet készít egyébként a NAV, az egyéni vállalkozóknak, az álfás magánszemélyeknek és az őstermelőknek is, abban az esetben, hogyha kifizetői munkátatói kontrolladat érkezik róluk. Esetükben viszont mindenképpen módosítani kell a bevallási tervezetet. Ugye eddig beszéltem azokról, akik elektronikus hozzáféréssel, ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkeznek, de ugye nagyon sokan nem rendelkeznek elektronikus hozzáféréssel, nem kötelezettek az elektronikus kapcsolattartásra. Sokan közülük kérték már március 18-ig, lehetett ezt kérni, hogy a NAV. Postai úton, papír alapon kinyomtatva részükre juttassa el a bevallási tervezetet. Ezekhez a bevallási tervezetekhez előfordulhat, hogy tartozik kiegészítő nyilatkozat. Abban az esetben, hogyha a kérdései vannak, például, hogy mondjuk a visszaigényelhető eszélyát postai úton kéri, vagy bankszámla számra, és amennyiben bankszámla számra, akkor milyen bankszámla számra. Valamint itt lehet különféle nyilatkozatokat megtenni, mint például a pénztári nyilatkozatokat, tehát hogyha valakinek több pénztárba van befizetés, akkor hova. Kéri a befizetést. De egyéb más esetben, tehát hogyha valaki a tartalmával, tehát ezeknek a papír alapon kiküldött bevallási tervezeteknek a tartalmával nem ért egyet, ezekre a papír alapú tervezetekre ráírni nem lehet, nem lehet így visszaküldeni a naphoz, hanem egy teljesen önálló SZL bevallást kell benyújtani ebben az esetben, viszont ehhez is remek kiinduló alap, ez a postai úton kiküldött tervezet nagyon sokan személyesen keresik fel a nap munkatársait, főként a szépkorúak közül, hogy segítséget kérjenek. Ha valaki így tesz, az adókártya, a lakcímigazolókártya, a személyigazolvány mellett mi az, amit okvetlenül vigyen magával. Így van, valóban sokan érkeznek a naphoz személyesen is. Azt javasoljuk mindenkinek, hogy az M30-as, az említett 23 M30-as munkátatói kifizetői igazolásokat feltétlenül hozzák magukkal az összes munkahelyüktől, kifizetőüktől, a pénztári igazolásokat, amennyiben egy kedvezménye jogosító igazolásuk van az első házasok kedvezményénél a házassági anyakönyvi kivonatot. Családi kedvezménynél javasoljuk, hogy amennyiben nem mind a két fél jelenik meg, tehát nincs ott az édesanyja is és az édesapa is, akkor a másik féltől hozzanak egy teljes körű meghatalmazást. Egyébként ez a teljes körű meghatalmazás letölthető a NAF is, de más ennek megfelelő meghatalmazás is elfogadható. Ennek hiányában sajnos nem tudjuk vállalni a bevallásnak a, az elkészítését, a, abban való segítségnyújtást. Jó néhány ezer bevallás beérkezett már a naphoz. a kezdeti tapasztalatok alapján arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy amennyiben közös érvényesítés van a családi kedvezménynél, akkor a másik félnek, tehát hogyha édesanyáról beszélünk, akkor az édesapáról, vagy fordított esetben a másik félnek az adóazonosító jelét fel kell tüntetni a közös érvényesítéses résznél. Gyakori félreértés, hogyha valaki egyedül veszi igénybe a családi adókedvezményt, hiszen így beszélték meg otthon, akkor azt úgy gondolják, hogy ez egyedül érvényesítés. Azonban tudni kell, hogyha mind a két fél jó a családi pótlékra és ezáltal a családi kedvezményre is. Innentől kezdve, még hogyha csak az egyikük is vesz igénybe a családi kedvezményt, az is közös érvényesítésnek minősül, tehát mindenképpen fel kell tüntetni a másik félnek az adóazonosító jelét. Minden évben nagyon fontos szerepet játszik az 1 plusz 1 százalék felajánlása is. Ebben az évben sincsen ez másképpen. A második 1 százaléknál a NAV köteles oda utálnia az 1 százalékot, ahova a magánszemély az előző évben rendelkezte, természetesen ezt a nyilatkozatot lehet módosítani, vagy vissza is lehet vonni, de gyakorlatilag ennek az az előnye, hogyha valaki elfeledkezne a második 1%-ról, az egyházi 1%-ról, akkor nincs ennek különsebb vonzata, hiszen ugyanoda fog menni a második 1%, mint az előző évben. Az első 1%-nál egy kicsit bonyolultabb a helyzet, ugye azok az alapítványi civil szervezeti 1%-ok, -ok, ugyanis itt mindig újra és újra rendelkezni kell. Komárom Esztergom vármegyében több mint 800 szervezet regisztrált arra, hogy 1%-os felajánlásokat kaphasson. A regisztrált civil szervezeteknek a listája elérhető a NAV honlapján, a www.nav.gov.hu oldalon. Egyébként az elmúlt években 240-250 millió között kaptak ezek a civil szervezetek. Nagyon fontos, hogy senki ne feledkezzen meg, aki csak tud és lehetősége van rá, hogy rendelkezzen az 1%-okról. Hol kérhetnek segítséget az érdeklődők, ha esetleg elakadnak? Nyilván ott van a 18-19-es telefonszám és a NAV honlapja miként vehetjük fel még esetleg a kapcsolatot a nap munkatársaival. Ezen kívül ugye lehetőség van arra is, hogy személyesen segítséget kérjenek. Tatabányán a Komármi utca 42-ben van a központi ügyfélszolgálatunk. Esztergomban van egy kirendeltség, ahol négy fő nabos munkatárs várja az ügyfeleket. Ez az Esztergom Babics Mihály utca 2-ben van, illetve négy járási hivatalban, Tatán, Kisbéren, Komáromban és Oroszlányban egy-egy nabos munkatárs várja az ügyfeleket. A NAV hollapján is írható elektronikus levél. Itt tudni kell, hogy csak általános tájékoztatás kérésre és tájékoztatás adásra van lehetőség, hiszen ez a hollapon keresztül nincs beazonosítás. Folyamatosan érkeznek a gépjármiadóval kapcsolatos felhívások is, miszerint az idei évben egy összegben kell befizetni azt. Így van, tehát egyébként már az elmúlt évi tapasztalatok is azt mutatják, hogy korábban is már az embereknek majdnem a fele egy összegben befizette az egész éves gépjárműadót, hogy nehogy elfelejtse. Sokszor előfordult viszont az is, hogy befizette az első fél évben is az egész évet, meg a második fél évben, tehát duplán fizették be, és mindezeknek a feloldására vagy elkerülésére jött ez a jogszabályi változás, amelynek az az eredménye, hogy április 15-ig kell egy összegben, tehát egy hónappal később viszont egy összegben kell az egész éves gépjárműadót befizetni. A pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezettek, kérhetnek csekket a nav -tól. Nagyon sokan levélben, a csekkjelű nyomtatványunkon, vagy a 1819-es telefonszámon kérnek csekket. Hogyha a 1819-es ingyenesen hívható NAV infóvonalat hívják, akkor a hármas menüponton csak az adókártya számot kell bediktálni, és a NAV már is küldi a gépjárműadó adó csekket. Komárom Esztegon vármegyében 150 ezer és 160 ezer között van az adótárgyak, tehát a buszok, a gépjárművek, az oldalkocsis, motorkerékpároktól elkedő a személygépkocsik száma. Nagyjából ennyi adózónak kell kiküldeni a határozatokat, tehát itt az egyéni vállalkozók, a gazdálkodók, a természetes személyek is benne vannak, mindenki határozatot kap. Itt türelmet kérünk előfordulhat, hogy mivel ugye egyszerre kellene 150-160 ezer határozatot kiküldeni, és ez ugye fizikailag is képtelenség, ezért a NAV több lépcsőben küldi ki a határozatokat. Ha valaki esetleg nem kapja meg időben a határozatot, itt nem lesz semmiféle retorzió, vagy pótlék, vagy bírság, amiatt, hogy ő késedelmesen fizet. Tehát ugye a NAV rendszerében az, az látszik, hogy valaki mikor vette át a határozatot, és ugye nyilván itt még van egy fellebezési határidő, van egy fizetési határidő is, tehát előfordulhat, hogy valaki mondjuk csak május 15-én fogja befizetni a gépjárműadót, és ez teljesen legális lesz. Amennyiben valaki átutalással fizet, akkor ne a gépjárműnek a rendszámát írják be a befizető azonosítóhoz, hanem a, vagy a saját adóazonosítójelüket, vagy a cégről egyéni vállalkozóról van szó, akkor az adószámot.